Jó napot, jó estét azoknak, akik bennünket néznek, a szerint, hogy mikor néznek bennünket. Kuncze Gábort kértem meg, hogy jöjjön el, és egy ilyen nagyon turmixos beszélgetésnek legyen az áldozata. A turmixon azt értem, hogy egyszerre szeretném megtudni, hogy mi van vele, most már jó régen kikeszmerget, hál' Istennek a Covid-ból, hogy mennyire viselte meg. Tehát egy személyes része is lesz a beszélgetésnek, és bizony nem állom meg, hogy egy politikai részt is ide ne húzzak, nevezetesen, hogy mit szól ahhoz, hogy körvonalazódik az új kormány, és egyáltalán milyen politikai perspektívákat lát a liberalizmus számára, hiszen ő az SZDSZ-nek volt az elnöke, és volt belügyminiszter. Úgyhogy nyitányként, csak azért, hogy megsokkoljam, mindjárt azzal kezdem, hogy ha belügyminiszter volna, és egyszerre felelne az oktatásért és az egészségügyért, akkor mit kezdene ezzel a két altárcával? Hát ezt nem vállaltam volna be, bár hozzáteszem, hogy a második világháború előtt tényleg oda tartozott az egészségügy a belügyminisztériumhoz, mert hogy az egy belső ügy volt. Na de hát ezen már rég túl vagyunk, az a másik világ, más, teljesen más feltételrendszer, teljesen más működési rendszer, teljesen más technikai feltételek, tehát ez tényleg egy önálló minisztériumot igényelne. A belügyminiszter az egyéb fontos teendői mellett a fél szemével fog csak erre a területre odafigyelni, amelyiknek immáron 12 éve nincsen igazi gazdája, és ezek után nem is lesz. És ha az oktatás is oda fog kerülni, akkor a helyzet az oktatással ugyanez lesz. Két olyan területről beszélünk, amelyek ilyen-olyan módon ráadásul a jövőnket jelentik, mert az egyik az egészségünk, nem állunk jól e tekintetben, a másik pedig a gyermekeink, unokáink jövője, ott meg még rosszabbul állunk. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy nem is annyira minket kell, hogy ez zavarjon, hanem a jövő generációinak kellene eszelős módon tiltakozniuk. Az ellen, az egész ellen, ami az oktatásban történik, hozzáteszem, hogy mindkét területen nem az a legnagyobb baj, hogy eddig az emmibe volt, most meg a pintérbe leszágyazva, hanem az az igazi probléma, hogy eközben 12 év alatt mindkét területet a folyamatos leépülés jellemezte. Előrelépés helyett leépülés. Ez vár a jövőre. Igazából egyébként engem az egészségügy, miután ezt már rutinból sorolják a belügy alá, mert már az előző periódusban is ott volt, az kevésbé lepett meg, mert sokan próbálkoztak megfejteni, hogy majd ki lesz a következő egészségügyi miniszter, és Orbán Viktor észjárását ismerve lehetett arra számítani, hogyha sokan találgatják, hogy majd ki lesz, hogy akkor nem lesz senki, hanem hogy akkor marad így ennek a logikának, de a folytatásaként. De azt nem nagyon mertem megtippelni, hogy az oktatás ügyel az lesz, hogy akkor majd az is átsöprődik a belügy alá. Tehát hogy ennek semmilyen logikája nem látszik. De szerintem ez még nem biztos, ezt még nem mondta senki, ezt egyelőre találgatja. Ja, hogy ez még csak kremlinológia, mert nekem ez, igen, a sajtó, akkor ebben így beleéltem magam. Nem, de az egészségügy esetében, ugye az rendben van, hogy az emmiben sehol semmilyen szervezés, semmi nem történt, és amikor a pandémia beütött, akkor valamit kellett kezdeni az egészségügy működésével. De az egészségügynek nem az a problémája, hogy amikor a beteg az altatásból fölébred, nem azt mondja neki a sebész, hogy erőt, egészséget, hanem és nem az a gond, hogy tisztelege a portás a kórházba, amikor bemegyek. Hát egészen más jellegű problémák vannak. A pandémia esetén még lehet, hogy ilyen katonai szervezésekkel valamit lehetett javítani a helyzeten. Pandémia el, most nem kell, hogy ott maradjanak a tisztelgő emberek az egészségügyben, mert nem ez a probléma. Hát csak mondok egyet, hogy ugye az orvosok fizetését jelentősen megemelték, mindenfajta feltételrendszer nélkül egyébként, érzékelhetően lecsökkent a teljesítménye a kórházakban, az állami egészségügyben. A magán egészségügy teljesítménye pedig ilyen sebességgel megy fölfelé.
miközben az egészségügyi intézményekben lévő ápoló személyzet jövedelme változatlan maradt, így aztán hamarosan az lesz a probléma, hogy lesznek orvosok, és nem lesz ápoló személyzet. Most ezt semmilyen katonai szervezés megoldani nem fogja. Ez egy olyan rendszerbeli probléma, amit az egész működés újra gondolásával kellene kezdeni. Ennek a rokona, ennek a problémának a pedagógus fizetések, és nem várom el, hogy most váltsuk meg a magyar közéletnek két ilyen egészen vérfagyasztó részletkérdését. Csak annyit akartam volna tudni, hogy egyébként, amiben szerintem illetékes Kuncze Gábor, hogy Pintér Sándor nagyon régi szereplő, nem csak miniszterként, hanem szerintem, amikor a kuncei belügyminiszterség idején ő főkapitány volt? Budapesti főkapitány volt? Nem, országos főkapitány volt. Igen. Hogy milyen benyomása volt róla, hogy működött ő? Mert én, bocsánat, hogy előhozakodok a saját emlékeimmel, mert nekem is vannak sajnos abból az időből szakmai emlékeim, a sajnos az időszakra értem, hogy már akkor is voltak emlékeim, hogy őt nagyon szerették a rendőrök. Nekem az volt a benyomásom, tehát, hogy őt jó rendőrnek tartották. Egy időben a Pintér jó rendőr volt, a Pintér ért a rendvédelemhez, vagy értett akkor a rendvédelemhez, és volt idő, amikor a rendőrök kedvelték is, aztán volt idő, amikor meg nem kedvelték, aztán amikor a szolgálati nyugdíjat megszüntették, például akkor nagyon nem kedvelték, de kétségtelen, hogy a Pintér alatt a rendőrség nyugalomban van, ami érdekes, mert ugye a bérek jövedelmi viszonyok ott is hát meglehetősen elmaradtak már, de ezt a területet ő nagyon tudja kézben tartani, és hát egyébként pedig most már ugye 14 éves miniszterség van mögötte, ezért azt kell mondani, hogy a közigazgatást illetően a legnagyobb gyakorlattal rendelkező szereplője, miniszteri szereplője a kormányzatnak. Feltehetően ezért is van az, hogy a miniszterelnök, amikor valamilyen problémás terület adódik, akkor oda löki a belügyminiszternek, hogy hát akkor kezdjél már vele valamit, mert nekünk nem sikerült. Csak hát ez nem így működik, ez a dolog. Egyébként ő szót ért mindenkivel, nem? Mármint úgy értem, hogy a politikai szereplők közül előbb-utóbb mindenki megfordult az ő környezetében. Hát végül is, ha normálisan működik egy ország, akkor a politikai szereplőnek, egy miniszternek, aki nem a Fidesz minisztere, vagy az SZDSZ minisztere, vagy a pártjának a minisztere, hanem az ország minisztere, kell, hogy kapcsolatot tartson mindenkivel. Legfeljebb annyi a különbség, hogy a többiek félnek bemutatni, hogy ők az ellenzékkel is kapcsolatban vannak, Pintér meg nem fél. Szeretett belügyminiszter lenni? De hát az nem szerelmi kérdés a belügyminiszterség. Én értem, de hogy amikor, az egy, a Kuncze korszak egy eredményes korszak volt? Amikor én kijöttem a belügyminisztériumból, akkor nagy megkönnyebbülést éreztem, amikor kiléptem a kapun utoljára. Hát ugye az a rendszerváltás utáni második ciklus volt, azért azt ne felejtsük el. A jogrendszer átalakítása folyt még, és ebben a belügyminisztériumnak nagyon nagy volt a szerepe, mert a közigazgatás rendszerének az átalakításában fontos törvényeket kellett elfogadni. Akkor ugye az volt az időszak, amikor a rendvédelem összes területén jelentős bérlemaradások voltak, elsősorban egyébként a tűzoltóság esetében ezeket kellett folyamatosan visszahozni. Akkor az önkormányzatok működéséről 4 év tapasztalat állt rendelkezésre, érvényesíteni kellett ezeket a tapasztalatokat a jogrendben, uh-huh. Át kellett kicsit alakítani azt a rendszert is, és hát az egész működés tulajdonképpen 4 év tapasztalattal rendelkezett, már ami a közigazgatás egészét illeti, és ennek egy jelentős része szintén a belügyminisztériumhoz tartozott. De ilyen értelemben szerintem a minisztérium eredményesen működött. Egy belügyminisztérium működését persze a közbiztonságon keresztül ítélik meg, és hát ugye senki nem felejti el, hogy az az időszak volt a
robbantások kora. Olajszőkítés, amikor, akkor még ment, ugye? Ne, hát, de pontosan ez volt a probléma, hogy az olajszőkítés jött az első ciklusból. És amikor mi megállítottuk a különböző jogszabályokkal az olajszőkítés lehetőségét, akkor az a pénz, amit olajszőkítéssel kerestek, elkezdett keresni magának területeket, és a budapesti éjszakai életet szerette volna megtalálni magának, ott meg már voltak. És itt indultak el a robbantások és a leszámolásos gyilkosságok, mert azért voltak itt a gépkocsia mellett a Prisztást, például a Dörher, stb. Bár a Dörhert már az utánunk következő kormány alatt ölték meg egy étteremben éppen. De ez ennek volt a következménye. Aztán, amikor jött az Orbán kormány, akkor ennek hirtelen vége lett, de nyilván addigra már úgy lenyugodtak a frontok. Inkább az az érdekes, hogy volt ott az utolsó 4-5 hónapban a kampányt, választást megelőző 4-5 hónapban egy robbantás sorozat, ami nem tartozott bele a leszámolásos bulik közé, mert hogy egy kézigránátot bedobtak egy használt autótelepre, vagy elrejtettek egy épület mellett, vagy a Fidesz székház erkélyén, vagy a Tornyán lakásnál, vagy kisgazda székház előtt, csak az nem robbant fel, azt időben megtalálták. És akkor ezek úgy néz, ezeknek semmi köze nem volt a leszámolásokhoz, de ugyanakkor viszont minden nap úgy számolt be a sajt, hogy ismét egy újabb robbantás, egy újabb és újabb. Ekkor mondta Horn Gyula, hogy ez nem közbiztonság. Azt akkor mondta, amikor Fenyő Jánost megölték, az 98. február volt, ha jól emlékszem. De mindegy, szóval ezek nem tettek jót, e tekintetben mindenki azt az időszakot kudarcosnak látja. Hozzáteszem, hogy nyilván annak is néz ki, tehát ez teljesen jogos. De hát ugye ez egy folyamat mindig. Aztán az lehiggadt, és utána jöttek helyette új bűncselekmények. Mondjuk az első Orbán kormány alatt volt például az a Csúri bankrablás, ahol 7 embert lőttek fejbe. Vagy Móri, bocsánat, Móri. Legalább a magánhangzót eltaláltam. Szóval, ahol 7 embert fejbe lőttek, hát nem a kormány tehetett róla, ez egy ilyen rablás volt. Szóval, hogyha ezt a mérleget megvonja, akkor az jön ki belőle, hogy megkönnyebbült, hogy vége lett, de egyébként egy irtózatosan érdekes periódus volt. Tehát, hogy azért végülis közgazdász volt előtte, nem kitüntetetten bár mondjuk az államigazgatással volt dolga közgazdászként, vagy vállalatvezetőként. Hát azzal is volt, meg előtte 4 évig a Költségvetési Bizottságban voltam, de belügyminiszternek nem születik senki, mert ugye ott van a rendvédelem, igen, akkor még volt határőrség is, de határőrség, tűzoltóság, katasztrófa védelem, rendőrség. De oda tartoznak ugye az önkormányzatok, oda tartozott a közigazgatás szabályozásának egy része, a sport oda tartozott abban az időben, sőt, még az atomenergia biztonság is a belügyminiszterhez tartozott, igen. Tehát azért, ám de a titkosszolgálatok azok nem tartoztak oda. A titkosszolgálatok, hála Istennek, nem tartoztak a belügyminiszterhez, igen. Annak egy külön felügyelő minisztere, tárca nélküli minisztere volt. Ez egyébként egy szerintem logikus szerkezet, mert ha bármi probléma van a titkosszolgálatok körül, akkor bukik a tárca nélküli miniszter, de sem a kormány szerkezetében nem okoz nagyobb gondot, se a miniszterelnök pozíció. Ez egyébként tulajdonképpen a minisztériumoknak a felállítási logikája is, vagy ilyen hatalmi jogkörök elhatárolódása. Szerintem ebben az esetben az, és ez így jó lett. Hozzáteszem, hogy most elmeséltem, hogy és akkor ez se bukik, mindjárt megdőlt az én elméletem, mert a Pegazus ügybe hát minimum a igazságügyminiszternek mennie kellett volna, mert hogy oda tartozott az engedélyezés, és hát e tekintetben az égvilágon semmi nem történt. De az se jó egyébként, hogyha a belügyminiszterhez tartoznak titkosszolgálatok, és egyébként a rendőrség is, tehát az a szervezet, amelyik ugye
a bűnügyeket vizsgálja, az, az rendben van, de ugyanakkor viszont azok már nagyon kényes dolgok, hogy bemenni lakásba, átkutatni lakásokat, lehallgatni, megfigyelni, követni, stb. Szóval az, az, az jobb, ha ettől a tevékenységtől is elkülönül. De elméletileg szerintem nem változott az a jogszabály, hogy erre bíró adhat engedélyt, vagy miniszter, nem? És melyek azok az ügyek, amelyekre bíró, melyek azok az ügyek, amelyekre miniszter? Ugye a teket létrehozták a terrorizmus elleni küzdelemre, na most ugye akkor milyen terrorista veszélyt jelentettek azok az újságírók, akiket megfigyeltek a Pegazussal, vagy a Gödöllőkkal. Pegazus szoftverét is a terrorizmus elleni küzdelemre hozták létre magát. Hát pontosan, igen. Pontosan így van. Látszik, hogy ott ezzel visszaéltek. Úgyhogy nem csak az újságírók, ráadásul, senki. Hát ráadásul a kontroll nem létezett, mert ugye a Varga Judit hivatalból kellett volna, hogy felügyelje ezt, de ő meg lepaszolt a Völnernek, aki ugye, mint azóta már tudjuk, nem ért rá ilyen apróságokkal foglalkozni. Éppen pénzt keresett. Pénzt kellett begyűjteni. Nem keresnie kellett, begyűjtenie, az az itt különbség. Szóval szemmel láthatóan az egésznek semmilyen gazdája nem volt, és ez azért nagy baj, mert valaki, nem tudjuk kicsoda, ott az utasításokat kiadta. Mert a TEC-nek nem jut eszébe az, hogy mit csinál a mondjuk a gödöllői polgármester például, vagy az újságíró éppen mind mesterkedik. Nem tudom. Mindaz egyébként, ami a közelmúltban történt, az úgy látom, hogy simán belefér az érdeklődési körébe. Tehát amióta hivatalból nem kell politikával foglalkoznia, és amióta hál' Istennek hibátlan egészségnek örvend, azóta azért, ami történt a közéletben, a magyar közéletben, az nagyon erősen megvan. De én már a rendszerváltás előtt is eléggé tájékozottam, azóta is, és a napot is azzal kezdem, hogy legalább egy órán keresztül megnézem a friss híreket, történéseket. Hát úgy látszik, ez most már a véremben van, erről nem tudok leszokni. A kapcsolatrendszere is megvan? Tehát vagy a kapcsolatrendszere, nem tudom egyébként, hogy mennyire volt vegyes. Tehát, hogy voltak-e fideszesek, voltak-e olyan konzervatívok, most pártra való tekintet nélkül, akikkel egyébként rendszeresen kicserélte a tapasztalatait, vagy amiket gondolt a napi dolgokról. Én arra kínosan ügyeltem annak idején, hogy a baráti köröm az változatlanul megmaradjon, és azokra nagyon figyeltem. Olyan értelemben akkor is, amikor még pályán voltam. Amikor miniszter volt, akkor is, meg amikor SZDSZ elnök volt, akkor is. De most a kapcsolattartásról beszélek, tehát nem arról, hogy a barátaim legyenek 100 milliárdosok és nyerjék szériába a közbeszerzéseket, hanem hogy a barátságunk folyamatos legyen, a kapcsolattartás folyamatos legyen. És ezért aztán ez kamatozott, mert amikor kikerültem mindenfajta pozícióból, akkor visszakerültem abba a közegbe, ahol előtte évtizedeken keresztül jól éreztem magam. A politikai kapcsolatok azok mások, ezek között voltak olyanok, amelyek érdekből kötődtek hozzám, és amikor a pozícióm elment, elmentek a kapcsolatok is, nem is hiányoznak. Nagyon kevés barátságot szereztem a politikán keresztül, de azokat azóta tartom. Igen, de sikerült párat szerezni? Néhányan vannak, igen. Azok és mind liberálisok, meg szocialisták? Hát a másik oldalról nincsenek, igen, hogyha így most végig gondolom. Valószínűleg az is benne van, hogy nem biztos, hogy örülnének, hogyha minket nyilvános helyeken látnának például ilyen túloldaliak. De nincsenek is, de nem. Mert én azt tapasztaltam, hogy nagyon jelentős rajongó tábora volt a személyiségének, amiben beleértendő az is, hogy a jobbosoknak is, akiknek sokszor a kárára nyesett el egy élesebb poént, hogy azok is jó néven vették, már azok közül az ilyen fogékonyabbja, aki bírja az ilyesmit. Hát velük ezek szerint nem találkoztam. Nem, akkor ezek szerint igen, ez nem esült barátságá, hanem ezek csak jól bírták. De voltak olyanok, akikkel később még képviselőként el tudtam beszélgetni a parlamentbe, de
Az, hogy egy ilyen, nekem se jut eszembe elhívni, ebédelni valakit, és őnek is se jut eszükbe elhívni engem egy ebédre. Tehát, de hát ez, az ország ilyen lett, szóval ezt, én ezt nagyon sajnálom, mert az első időkben még, amikor az első, ugye a Horn Gyula kormány alatt, akkor a fideszeseket, ha érdekelte valami, akkor kértek időpontot, bejöttek és megbeszéltük a minisztériumba. A legelső kormányzati ciklusban az SZDSZ az adótörvényekhez leírta, kidolgozta az elképzeléseit, majd bevittük a pénzügyminisztériumba, hogy szíveskedjenek kiszámolni, hogy minek mennyi a következménye, hogy nehogy valami hülyeséget csináljunk, és a minisztérium teljesen természetes módon megcsinálta, és teljesen természetes módon nem érvelt ezzel a dologgal a miniszter, amikor a parlamentbe vitáztunk, mert ez így volt normális. Amikor én az első évben talán, vagy 90-ben a hírközlési és közlekedési szóvivője lettem az SZDSZ frakciónak, akkor az első dolgom az volt, hogy bejelentkeztem a minisztériumnak ahhoz a főosztályvezetőjéhez, akihez ez a terület tartozott, hogy én ez vagyok, és szeretném mostantól a kapcsolatot tartani. Másfél órát beszélgettünk, hogy hogy áll a hírközlésre, másikkal meg hogy áll a közlekedés. Aztán visszamentem, és máskor is, ha bármi történt, nyugodtan hívhattam telefonon. Ez egy demokráciában így normális. Na, ez teljesen megszűnt. Attól nem beszélve, hogy már hol vannak a szakemberek is. Egyébként azon kívül, hogy ez a közhangulatot, a közélet hangulatát meghatározza, ennek van olyan hátránya is, hogy jobb együttműködés van a közjó érdekében akkor, hogyha ezek a kapcsolatok működőképesek? Sőt, vagy ez semmi jelentőség? Ne, ennek nagyon nagy jelentősége lenne, sőt, tovább megyek, ez a ország fejlődésének az egyik gátja. Mert gondoljunk bele, hogy a rendszerváltás óta az első időszak néhány ügyét kivéve, amelyek egyébként többnyire külpolitikával kapcsolatosak, ugye Európai Uniós csatlakozás, NATO csatlakozás, Varsói szerződésből kilépés, ezekben az ügyekben egyeztetett a akkori miniszterelnök Antal József a frakciókkal, és úgy születtek a döntések, hogy amögött a teljes politikai elit ott ült. Sőt, még ezt megelőzően, ugye, amikor a ország kormányozhatósága volt a kérdés, akkor a SZDSZ-MDF paktum lehetővé tette különböző jogszabályok közös módosításával, hogy zökkenőmentes legyen a ország kormányzása és a kormányzásra való felkészülés. Most aztán ennek aztán vége lett, utána még voltak egyeztetések, még a Horn kormány is egy ilyen, Horn Gyula is időnként összehívta a pártokat fontosabb ügyekben, sőt az elején még Orbán Viktor is 98-99-ben, de aztán nagyon gyorsan abba. Igen, de aztán gyorsan abba hagyta, mert rájött, hogy ott vitatkoznak vele, és akkor azt inkább abba hagyta. De azért kezdtem el ezt, mert ezért aztán nagyon fontos ügyekben a magyar politikai elit a rendszerváltást követően nem ült le, hogy na emberek, nézzük meg, hogy mit akarunk kezdeni a magyar egészségügyel. Nézzük meg, hogy mit akarunk kezdeni a magyar oktatásügyel. Sőt, még nálam még a szociálpolitika is belefért volna ebbe a körbe. És ha ezt megegyezünk, akkor jöhetnek, mehetnek a kormányok, mi ezt következetesen végigcsináljuk. Így készült a svéd nyugdíjrendszer egyébként, ami azóta is kitűnően működik. Nálunk ilyen nem volt, sőt az a jellemző, hogyha egy politikai erő 4 évig csinált valamit, jön a következő, és ott gyorsan megszüntetés csinálja az ellenkezőjét. Csak hadd mondjam a példát, ugye az egészségügyről ma már sokat beszéltünk, de nem véletlen, hogy volt egy egészségügyi reform törekvés 2006 és 2010 között, amit ugye a Fidesz megfúrt egy népszavazási kezdeményezéssel. Egyébként a szociális népszavazásnak hívták, mert még az is benne volt, hogy ne legyen tandíj az egyetemeken a felsőoktatásban. Akkor ugye az volt, hogy a 300 forintos vízidíj és a nem tudom 100 forintos kórházi napidíj ne legyen, mert az egészségügy nem áru, és mi nem engedjük, hogy privatizálják.
és nézzük meg, hogy ma mi van. Van egy teljesen lerabolt, lepukkadt egészségügy, amit a tényleg a benne dolgozók tisztessége tart működőképes állapotba, és van egy nagyon jól virágzó magánegészségügy, csak miután nem biztosítási alapon működik, azok férnek hozzá, akiknek van erre pénze. Ennél nagyobb is van, mert az egy korlátos. A magánegészségügy mögött igazi kórházi magánegészségügy nem tud kinőni, mert annál sokkal költségigényesebb. Csak ugye az a választási lehetőség, hogy vagy van pénzed, akkor ide jössz, megpróbálunk majd gyógyítani. Ha nincs, akkor meg lehet, hogy meghalsz a sürgősségi osztály folyosóján. De ugyanez a tandíjmentesség, utána elnevezték képzési hozzájárulásnak, és havi 30-40 ezer forintot fizetnek ma a diákok, akik máshogy nem tudnak bejutni az egyetemre, ezt a pénzt meg nem tudják honnan előteremteni. És ennek nem kellett volna így lennie, ha leülünk, hogy ezt így csináljuk, ilyen lépések. Ott vannak a nyugat-európai példák az egészségügyek működésére, finanszírozására. Ott vannak az oktatási, ott vannak a finn példák. Hát csak egy kicsit kellett volna belőle átvenni, már egészen másként néznek ki az ország, de nem. Nekünk az van, hogy amit ti csináltatok, nem jó, majd mi más csinálunk. Nézzük meg, eltelt 12 év, csinálta bármi mást a magyar egészségügyben az Orbán kormány, ami valamilyen módon elő nem, megcsinálta az orvosok béremelését, ami egyébként egy nagyon, nagyon komoly és nagyon komolyan vehető lépés, kivéve az, hogy a szakszemélyzetnek a béremelését nem csinálta meg hozzá, és ezzel alávágott a saját intézkedésének. De könyörgöm, és nem illesztette bele egy rendszer átalakításba, mert abszolút egyetértek az orvosi bérek emelésével, de még egyszer mondom, hogy most kevesebb műtét van a kórházakban, mint volt, amikor nem volt ilyen magas bér, hogyha ezért a magas bérért semmilyen többletkövetelmény nincsen, vagy semmilyen rendszer átalakítás nincsen, akkor miért szaggatnák az istrángot? Hát nem kell. Ráadásul, ha ez a finanszírozási rendszer marad, akkor még csak nem is érdekeltek benne. Tehát ez nem, és nem jó, az orvosoknak se jó. Hát az miért jó, hogy ücsörögjön a kórházban délután 4-ig, aztán utána menjen rojtosra dolgozni magát este 8-ig a magánegészségügyben. Igen, valószínűleg ez így semmiképpen nem jó, de nekem az az érzésem, hogy ezzel kapcsolatban, hogyha érkezésük lesz rá, akkor majd egy követelményrendszert szembeállítanak ezeket a bérrendszerrel, csak ezt a választások előtt nyilván nem merték megcsinálni. Hát meglátjuk. Igen, azt akartam volna még egy kicsit kibeszélni, hogy ami a mostani pártstruktúrát illeti, meg a mostani eredményeket, arra gondolok, hogyha véletlenül megismételjük nyár végén ezt a beszélgetést, amire van szansz, mert nyaralni fogunk menni valamennyien, hogy akkor vajon mennyire lesznek érvényesek azok a kérdések, hogy a mostani büntetését például az ellenzéknek, ezt mennyire érzi indokoltnak, mármint amit a közvélemény büntetésként előad, és hogy milyen perspektívában gondolkodik, hogy megmaradnak-e ezek a pártok, melyik párt hogyan lesz, hogy az SZDSZ úgy múlt el, mint hogy soha nem lett volna, tehát hogy a rendszerváltó pártokból nincs már meg tulajdonképpen a szocialista párt, nyomokban tartalmaz még a magyar politikai rendszer szocialista pártot, de már alig-alig. Húha, hát először is... Ez lesz 3 hónap múlva a helyzet, mint ami most van, vagy nem? Hát 3 hónap múlva még igen, mert ők is elmennek majd szabad nyaralni. Okay. Az a helyzet, hogy önmagában az, hogy összefogtak, az szerintem rendben volt, mert ezt kikényszerítette a törvény. Lehetett volna más módon is, mert azért az a szabály, hogy 72 egyéni jelöltet kell állítani ahhoz, hogy valaki listát állíthasson, azt azért két listával meg lehetett volna csinálni, és akkor lehetett volna, az egyikben vannak mondjuk a DK meg az MSZP egy tömbbe, a másikban meg az újak, ugye a PM, az LMP meg a Momentum, meg és esetleg... A Jobbik? Hát igen, a Jobbik az egy kérdés lett volna. Az egy harmadik lista? Hát, de a Jobbiknak ebben a tekintetben nem lett volna listája, mert ugye az a probléma, hogy 72, van 106 egyéni választókörzet, 72 egyénibe kell állítani jelöltet, hogy legyen lista,
De ki lehet választani azt a 40 helyet, ahol a Fidesznek biztos, hogy elsőbsége van, és ott el lehet indítani mindenkinek a saját jelöltjét, és akkor ott mindenkinek lesz saját jelöltje, és a fennmaradó helyeken pedig mindegyik elindít egy saját jelöltet, és akkor meg lehetett volna játszani, hogy felszólítják a híveiket, hogy ahol nekünk nincs jelöltünk, ott szavaz a mi jelöltünkre, és egyébként szavaz az én listámra, a másik ugyanezt. Szerintem jobb eredmény jöhetett volna ki belőle, de ez most már elmúlt. De most az a helyzet, hogy ott ülnek a parlamentben olyan pártok, most meg fog bántani fogom őket, amelyek valójában nem léteznek. Hát én most a kampányban is itt ott előfordultam. Én olyat, hogy helyi PM szervezet, olyat nem láttam. Momentum most egyet-kettőt láttam feltűnni. Az LMP-nek tényleg volt valamikor még pártja. A Jobbikot a Jobbikkal találkoztam, és hát a DK-val találkoztam. Na most ez a struktúra, ahol van egy PM, meg van egy... ugye a PM ráadásul az LMP-ből szakadt ki, van egy LMP, de az LMP-nek látom a jövőjét, mert ő egy igazi zöld párt, a PM az meg nem tudom, hogy igazából micsoda, és akkor ott van még a Momentumról is nehéz eldönteni, hogy micsoda, tehát valamit majd ezeknek ki kell kavarniuk, csak a probléma az, hogy amikor majd összeolvadnak, akkor egyel kevesebb elnöki pozíció lesz, meg stb. Szóval nem lesz ez egy. Ezek mindig ilyen nagyon meghatározó szempontok, hogy bizonyos pártoknak az elitje, a garnitúra, amelyiknek fontos volt az eszmeiség, aminek jegyében összeálltak, hogy azok megszerezzék a saját hétköznapi ellátottságukhoz szükséges állásokat, nem. Amit parlamenti képviseletnek, meg felügyelőbizottsági tagságnak, meg ilyesminek. Nem. De mert ők különböző választókat képviselnek. Tehát amikor egy 15-20%-os párt van, annak van egy stabil szavazó tábora, amelyik ők azért léteznek, mert a szavazó tábor stabilan mögöttük áll. Hogyha én kiveszem az érről azokat a szereplőket, akik miatt ők oda szavaznak, akkor ezeknek egy része biztos, hogy elveszett. Tehát ez a Gyurcsány probléma. Hogy lehet itt arról beszélni, hogy a Gyurcsány vonuljon ki és tűnjön el, akkor a szavazói már el is mentek viszontlátásra egy jelentős számban. De ez a létező pártok esetében van. A nem létező pártok esetében a személyek ragaszkodnak a pozícióhoz, mert választói tábort nem nagyon látni. Hogy ezt azért opponálom, mert hogy például amit a PM képvisel, az nagyon sok esetben értelmezhetőbb, és hogy mondjam, egy olyan szociál-liberális eszmerendszert képviselnek nagyon normális emberek ott, amitől az ember tud azokkal a normális emberekkel azonosulni. Nyilván nem tömegén, vagy nem tudom, tehát hogy valahogy kicsúszott a... De az rendben van. Ugye, a bázis alól. Hát ez az. Hát a szavazatok, amiket kaptak, azok az összes többi az ellenzéket támogató szavazótól érkeztek. Ők önmagukban nincsenek. Attól, hogy most szándékosan nem mondok nevet, hogy az XY hölgy nagyon jól szerepel a médiában, és bátran mond dolgokat, és szemmel láthatóan csinál is valamit, abból még nem következik, hogy mögötte ott van egy tömeg, mert azok pontosan tudják, hogy ő mit akar, hogy ők mit képviselnek, és az nekünk minnyájunknak jó. Erről szó sincsen. Tehát a többi esetében se. Na most, ami az eltűnéseket illeti, hát igen, a rendszerváltó pártok azok, Szabad Demokraták Szövetsége, Magyar Demokrata Fórum, Kisgazdák, így van, a KDNP az csak az azért van. Létezik, mert örökbe fogadták, igen, ölébe vette Orbán a semjénkét, és azóta is játszik a búgócsigával, szóval valóban ez így alakult, az MSZP az éppen a megszűnés irányába tart egyébként. Mert egyébként a magyar politikai közösség nem képes két
szociáldemokrata pártot eltartani, vagy megszavazni, vagy nem tudom, hogy mondjam. Mert olyan nagyon látványos eszmei különbség a DK és az MSZP között nincsen. Az egy technikai szétválás, nem? Szerintem jelenleg a DK-nak a állásfoglalásai, programjai sokkal karakteresebbek, és igen, szociáldemokrata sok esetben, más esetekben pedig hajaz az európai főirányvonalakra. Most azért nem mondom, hogy liberális is, mert hát az mit szitok szóval változott. Igen, ez egyébként nagyon vérfagyasztó. Igen, de engem ez nem érdekel, mert amikor az SZDSZ-ről beszélek, vagy magamról, én továbbra is liberális vagyok. Tőlem a fejük tetejére állhatnak azok a, ugye azok, akik itt jönnek az illiberálissal, Orbán Viktor 92-3 táján mondta talán egy kongresszuson, hogy akkor nyilatkozott, hogy amíg én vagyok a Fidesz elnöke, addig ez a párt egy liberális párt lesz. Most meg nemrég azt mondta, hogy olyan, hogy liberális, olyan nincs is, az a kommunistának a fedőneve. Na most ugye ilyen körülmények között szerintem nem kell azokra hallgatni, akik a liberálisokat szidalmazzák és rágalmazzák mindenfélével. Nem, de mondjuk az egy világjelenség valahogy, hogy mintha bealkonyulna a liberalizmusnak, nem? De az azért is van, mert a liberálisok nagyon sok főtételét az összes többi párt átvette. Átvették a konzervatívok is, átvették a szociáldemokraták is, és ilyen módon nekik már meglehetősen nehéz ugye a saját fő mondani valójukkal megkülönböződni a többiektől. És abban nem lát okot, hogy nagyon sok melléktételt tettek főtételé a liberálisok, amik nem egyeztek a közgondolkodással vagy a közüzléssel. Na most az enyémmel igen, de csak most nem mindenki. Példát tessék szívesen. Tessék? Még egy hát, akkor, amikor azokat az emberi jogi kérdéseket, amelyek egyébként írtó fontosak egyrészt, másrészt meg nagyon ránk férne, mert Magyarországon a közfelfogás, hogy mondjam, csak van rajta mit tuningolni, azokat állítják fókuszba, emberi jogi kérdéseket, meleg jogi kérdéseket, az örökbefogadástól a család felfogásig, hogy én nekem most nem a személyes véleményemet mondom, csak azt mondom, hogy nem lehet, hogy ezt benézték, ahogy ezt mostanában szokták mondani. Tehát, hogy finomabb tapintattal érdemes a nagy közönség ízlésével bánni. Inkább erre azt mondanám, hogy kevésbé vállalták fel a vitát ezekben az ügyekben. A helyzet ugyanis az, hogy azok, akik ebben nagyon szembe mennek, azok ebből kovácsolnak saját maguknak politikai tőkét. Tehát ide idegenek ne jöjjenek, mert a Magyarország a magyaroké, és ide aztán idegen be ne tegye a lábát. Zárójel, amikor 56-ban mi menekültünk, akkor persze más volt a helyzet, mert akkor kellett befogadni. Hát vagy most, amikor egyébként segíteni kell az ukrán menekülteken, akkor ugyanazok, akik egyébként ide benettegyék a lábukat, ott mondják, azok húzzák maguk után gurulós bőrönbe a segélyeket az ukránoknak. Igen, de közben... De azért meg vannak dolgozva, mert közben azért a ukránokat és az oroszokat egyaránt hibásnak tartják azért, ami kialakult. Igen, továbbá szeretik az oroszokat. Csak ezt csak azért mondtam példaként, mert ebbe szerintem keményebben bele kellett volna állni, mert a példa azt mutatja, hogy amikor érintett vagyok, abban a pillanatban felfedezem, hogy hát tényleg nekem vannak jogaim, és ezeket valakik korlátozzák. Most ha egyszer valakinek úgy alakult az élete, hogy egy azonos neműt szeret, vagy azzal akar élni, mert ez így sikerült, akkor most miért akarjuk megmondani neki, hogy ne tegye? Miért kell ehhez kampányokat csinálni, ráadásul azzal a feltett szándékkal, hogy ezzel Magyarországon választást lehet nyerni? Egy évvel ezelőtt
tetszett beszélgetni valakivel a nem váltó műtétről? De soha, eszünkbe nem jut. Mert ez egy politikai termék, ez ugyanúgy politikai termék, mint a LMBTQ ügynek a borzasztó módon történő felnagyítása, meg az összes többi ilyen jellegű. De hát, hogyha a háború nem most el, ezek fő topikok hát, lettek volna a választásban. Így, hát hála, most majdnem azt mondtam, hogy hála Istennek jött a háború, igen. De ez legalább azt a némi kis gyűlöletet megspóroltunk ezzel, mert ennek rögtön az lett a következménye, hogy megtámadtak melegeket, talán Pécset, ha jól emlékszem, verték össze. Szóval ennek azonnal ilyen következményei vannak. Egészen elképesztő, miközben egyébként hivatkoznak a keresztény értékeikre, amikhez egyébként semmi közük nincsen, de hát mintha az Isten a saját képére is hasonlóságára teremtette volna az embereket. Mindegyiket. Furcsa módon. Jó, de ezek után most már egyébként, mint egy utolsó témaként, nem tudom, mennyire lesz indokolt megbeszélnünk azt, amit én szerettem volna még, hogy a magyar politikai palettáról mennyire hiányzik, mit gondol a liberális, mint létező elem, és hogy ez újraéleszthető-e? Hát lehet, hogy újraéleszthető lenne, mert a közönsége megvolt, a SZDSZ nem kiesett a parlamentből, hanem a 2010-es választásokon nem tudott elindulni. Akik akkor vezették a pártot, nem tudtak jelölteket se állítani, listát se tudtak állítani, és így aztán kiesett, de szerintem a liberalizmusnak, nem a túlhajtott liberalizmusnak, a liberalizmusnak megvan a közönsége Magyarországon, visszahozható lenne, kellenek hozzá olyan személyiségek, kellenek hiteles emberek, kell egy jó program, és szerintem még most is visszahozható lenne, de az kétségtelen, hogy egyelőre nem látom készülődni azokat, akik ezt szeretnék csinálni, szerintem előbb-utóbb egyébként erre sor fog kerülni Magyarországon. Majdnem végszó ez, csak azt még elfelejtettem mondani, mert én direktben nem kérdeztem, hogy saját magának politikai szerepet olyan értelemben szállne még, hogy ha adódik olyan közösség, olyan politikai közösség, amelyhez kedvet támad, tehát hogyha feléledne magyarul a liberalizmus magyarországi szervezetét létrehozó pár ember, fiatalok, öregek vegyesen, hogy akkor abban hajlandó lenne részt venni? Vagy akár hajlandó lenne ezt kicsit beleállva a dologba szervezni is? Tehát, hogy vannak-e politikai szándékai még magával? Nem, magammal nincsenek. Már korábban se voltak, csak úgy hozta az élet, de most a választási kampányban több helyen ott voltam, ahol kérték, hogy segítsek, mentem lakossági fórumokra beszélgetni emberekkel. Ilyen értelemben én szívesen segítek azoknak, akikkel egyébként szimpatizálok, de ezen túlmenő ambícióim nekem már nincsenek a politikában. Ez a végszó, és még van egy percünk, és én azt ki fogom használni arra, nagyon nem a végére illik, hanem a közepére, de mindenki gondolja bele a közepébe ennek a beszélgetésnek, hogy a Mi Hazánknak az ilyen diadalitas térnyerésére számított, és mit szól hozzá? Nem számítottam, mert valahogy a számításból kihagytam, pedig gondoltam volna rá, hogy a Jobbiknak a szélén lévő szavazótábora, az nem fogja követni a Jobbikot a polgári párt alakulás útján, és azok, akik onnan leszakadtak, és egyébként valamilyen okból haragszanak a Fideszre, azok bejuttatták a Mi Hazánkat, ugyanarra a sorsra fog jutni, mint a Miép is, meg a korábbi Jobbik is jutott volna. De most a legfrissebb közvéleménykutatások nem ezt mutatják, azok szerint a legerősebb ellenzéki párt. Hát hiba határon belül ott van az összes többivel egyet, az összes megkérdezett körébe például előzi őket, de a biztos szavazó pártválasztók körébe előzi őket a Momentum, de mindegy, csak attól mentse meg az országot a
választópolgár, hogy ez a prefasiszta társaság itt hatalomhoz jusson ebben az országban. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Kuncze Gábort hallották, és heti égbüfé lesz a jövő héten is. Viszontlátásra!